Dicsértessék a Jézus Krisztust! Mindenki, amen! Ötöm képet megkérem, hogy álljunk fel. Becsukhatod a szemedet, a magadat. Meghajtjuk a fejünket az Úristen előtt. Szívünket, lelkünket kitárjuk, megpróbálunk rá egészen odafigyelni. Ezt a pár percet csak neki adjuk. Rászálljuk az időnket, mert ő fontos nekünk. Legfontosabb, hiszen ő szeret bennünket a legjobban. Ő az, aki miatt ma itt állhatunk, itt lehetünk, Magyarországon, Dombováron, szeretett iskolánkban. Itt lehetünk együtt a barátainkkal, az osztálytársainkkal. Ezért most csak rá figyelünk, becsukhatod a szemet. Mennyei Atyánk, kérünk, hogy áld meg az iskolánkat, áld meg az osztályainkat, a benne élő összes tanulót, áld meg a tanárainkat, az összes dolgozót, aki segít nekünk itt, azokat, akik a pályát építik, mindenkit, akinek csak köze lehet az iskolánkhoz, és áld meg legfőképpen a szüleinket, hogy ide irányítottak bennünket. Áld meg azt, akiben szomorkodik valami miatt, és segíts, hogy boldogság költözön a szívünkbe, hogy öröm legyen ez a napunk is. És ezért így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ötöm és akkor énekkel is köszöntjük az Úr Jézust. Hálát adunk ezért a szép reggelét. Thank you.
nagy-nagy boldogságba indult útnak, mert képzeljétek el, hogy nyerte egy hajókirándulást. De nem is akármilyetán, nem csak úgy a Balatonon, hanem egy nagy tengerjáróval hatalmas nagy kirándulást nyert. El is tervezte, össze is pakolt, felszállt a hajóra, és minden simán is ment. Kikötöttek szép helyeken, megnéztek mindent, és szinte szárnyalt boldogságában, örömében ez az ember. Hát ez így ment 4 napig. A 5. nap elkezdett az ég törögni, elkezdett villámlani, csattogott, zúgott, a szél nagyon-nagyon-nagyon fújt, és olyan nagy vihar kerekedett, képzeljétek el, hogy a hajót nem lehetett irányítani. Nem volt mit tenni, mindenki neki állt imádkozni, hogy most mi legyen. Jó Istenhez fordult, segítsen, mi történik most, és képzeljétek el, ez a hajó, mi történhetett vele? Elsüllyedt. Ez a hajó bizony elsüllyedt. Nem volt mit tenni, a mi ember kapálózott, a végén már egy kis deszkadarabba kapaszkodott, de annyira elfáradt, hogy képzeljétek el, nagyon-nagyon kifáradt, mert elaludt, miközben a kis deszkadarabba fogoszkodott. És sodorta a tenger, sodorta, azt se tudta, hogy merre jár, sötét volt, csak a villámokat látta, és a végén már az sem. És egyszer csak a mi emberünk kikötött egy szigeten. Arra ébredt, hogy a homokban fekszik, és még mindig szorítja ezt a deszkadarabot, és süt rá a nap. Hogy körülnézett, semmi ember, senkit nem látott a környezetébe. Csak azt látta, hogy itt minden csendes. A hullámok is elültek, tenger is nyugodt volt, sütött a nap. Hát nem tudta, mit évről legyen, összeszedte magát, felkerekedett, és megnézte, hova is jutott. Képzeljétek el, hogy picike kis lakatlan szigetre jutott. Addig-addig ügyeskedett, talált magának egy kis élelmet, aztán másnap már távolabb merészkedett, talált egy kis patakocskát is, és ahogy a harmadnap is eljött, negyednap is, elkezdett gondolkodni, hogy hát bizony én innen nem hiszem, hogy mostanában kijutok, jó lenne valami kis tető a fejem fölé. Hát épített magának egy kis kunyhócskát, és úgy megörült ennek, hogy most már eltelt jó pár nap, kunyhója is van, enni is tud, inni is tud, már csak az a baj, hogy olyan egyedül van. De jó lenne, hogyha már megmenekülne innen. De hát csak nem jött változás. Minden nap várt. Semmi nem történt. Ilyen egyhangúan teltek a napjai. Reggel fölébredt, evett, ivott, este elaludt, és ez így történt minden nap. Képzeljétek el, hogy egyik éjszaka mi történt. Megint vihar jött. Nagy vihar. Már előre izgult a mi emberünk, hogy mi lesz itt. De ez a vihar nem akar csitulni. Még reggel is tartott. Olyan villámok jöttek, képzeljétek el, az egyik villám belevágott az ő kis kunyhójába, és felgyújtotta. Na, a mi emberünk ekkor letérdelt az Úristen elé, és zokogott. Szakadt az eső közben, folyt az eső az arcán, a könnyek között, és nagyon-nagyon elszomorodott. Aztán elállt az eső, de az ő könnye még mindig folyt, az ő kis kunyhója viszont semmivé vált. Nem lett többet, és így szomorkodott, és mondta a Jóistennek, hogy Istenem, se hajó, se jó utazás, se jó kunyhó, itt vagyok egyedül ezen a szigeten, most mi lesz? Aztán eljött az este, lefeküdt, ilyen szomorúságban töltötte az egész éjszakát. Reggel viszont mire ébredt? Nagy hajótülkölés. Képzeljétek el, hogy egy másik gyönyörű szép hajó jött. És már is kérdezte tőlük, mikor megérkeztek, hogy hát ti hogyan kerültetek ide, hogy találtatok rám? És erre azt mondta, hát hiszen tüzet gyújtottál, jeleztél nekünk, itt találtunk rám. És akkor a mi emberünk elgondolkozott, a jó Isten hogyan is segített? Lehet, hogy... Hátába, hogy tudjon jelezni, ha önmagától nem tudott, hát a Jóisten segített rajta. És tegnap képzeljétek el, egy nagyon jó papbácsi barátomtól azt hallottam,
hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Mondjuk el ezt együtt? Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Na még egyszer, de most a nagyokat is megkérem, mert ez nagyon fontos gondolat lesz a mai napra, meg a hétvégére is. Jó? Még egyszer elmondjuk. Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. És ez tényleg így van. Bármilyen rossz dolgot is csinálunk, rossz dolog is ér bennünket, de minden a javunkra válik. A Jóisten tudja úgy rendezni, hogy minden rossz dolg hozza a legjobbat. És akkor egy imádsággal készültünk még. Csiva néni, Heni néni, gyertek. És a hátulóban egy meghallgatott imádság. Előtt kértem az Úrtól, és ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, amelyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Kértem bátorságot, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Állítottam, hogy szeretni tudjak, és megkaptam az Úrtól bajlatott embereket, akiken segítsek. Egyes jó indulataért alkalmakat kaptam a jóra. Semmit sem kaptam, amit kértem, s mindent megkaptam, amire szükségem volt. Imádságom meghallgatásokra. Köszönöm. Mi imádságunk is itt találja meghallgatásra. Igen, és akkor... hallottuk az előbb, hogy minden a javunkra válik. Ez a, amit most fogok mondani, remélem, hogy ez is. Egy nagyon szomorú dolog történt.